14. fejezet Szeléna utálta magát azért, amiért most érezhetően minden bátorságát össze kellett szednie ahhoz, hogy újra belépjen a királyi könyvtárba, miután néhány nappal ezelőtt találkozott ott azzal a lényjel. Még elviselhetetlenebb volt, hogy a kastélybeli kedvenc helye ezáltal olyannyira ismeretlenné, de az is lehet, hogy életveszélyessé vált. Amikor a könyvtár masszív tölgyfajtaját benyomta, egy kisi ostobának tűnt maga előtt is, amiatt, hogy szinte állik fel volt fegyverkezve. Bár a legtöbb fegyverét rejtve viselte. Csak nehogy valaki megkérdezze, hogy miért megy a király bajnoka úgy a könyvtárba, mintha csatamezőre lépne. Tegnap este óta egy csepp kedvet sem érzett ahhoz, hogy bemenjen a városba, ezért elhatározta, hogy a napot a kastélyban tölti, meg akarta emészteni, amit Davis dolgozó szobájában talált. Utána akart nézni, hogy milyen kapcsolat lehet a rémjelekről szóló könyv és a király tervei között. És mivel a könyvtár előtti jelenség volt az egyedüli utalás arra, hogy a kastélyban valami nem stimmel, ezért összeszedte minden bátorságát, és ki akarta deríteni, hogy mit keresett ez a dolog a könyvtárban. Van-e valamilyen nyom arra vonatkozólag, hogy hová tűnt el? A könyvtár most is úgy nézett ki, ahogy mindig. Félhomályos, egy kicsit barlangszerű és őrülten szép, Ódon kőfalai, valamint a végtelenbe sorakozó könyves polcok miatt. Egy piszenés sem lehetett hallani. Tudta, hogy üldögél valahol néhány tudós és könyvtáros, de ők az idejük többségét privát dolgozó szobájukban töltötték. A könyvtár elképesztően nagy volt. Kastély a kastélyban. Mit akart itt ez a lény? A fejét hátrahajtotta, hogy egy pillantást vessen a felette lévő két szintre. Mindkettő díszes melvédek szegélyezték. Az olvasóteremben, ott, ahol állt, vas csillárok árasztottak fényt. Nagyon szerette ezt a termet, mindenütt súlyos asztalok és vörös bársonyszékek álltak elszórva, a hatalmas kandallók előtt kopott kanapék terpeszkedtek. Szeléna odament ahhoz az asztalhoz, amelyet mindig a rémjelek tanulmányozásához használt. Itt töltött hosszú órákat kollal. Három szintet lehetett látni, mindegyiken végtelen számú olyan helyjel, ahol el lehetett bújni. Szobák, fülkék, omladozó lépcsők. De mi van ez alatt, a szint alatt? A lakosztálya valószínűleg túl messzi van ahhoz, hogy összeköttetés legyen a könyvtár és a titkos járatok között de a kastély alatt még több feledésbe merült hely is lehet. A polírozott márványpadló csillogott a lába alatt. Valamikor Kól egyszer említést tett egy második könyvtárról, amely a legenda szerint ez alatt a katakombákban és alagutakban helyezkedett el. Ha valami olyat tenne, amiről azt szeretné, hogy ne tudjon senki, ha egy undorító teremtmény lenne, akinek el kell bújnia, talán ostobasága részéről, hogy egyáltalán erre fecsérli az idejét, de muszáj kiderítenie. Talán ez a lény nyomra vezeti őt azzal kapcsolatban, hogy mi történik a kastélyban. Elhatározta, hogy alaposabban szemügyre veszi a könyvtárat. A polcok közötti félhomály gyorsan elnyelte az alakját, percekig sétált, amíg elért egy oldalfalat, amely mentén könyves polcok és megrongált írópultok sorakoztak. Előhúzott egy darab krétát a zsebéből, és egy x-et írt az egyik pultra. Egy idő múlva a könyvtár mindenhol teljesen egyformának tűnik majd, és akkor sokat segít, ha tudja, hogy hol volt a kiinduló pont, még akkor is, ha órákat fog itt tölteni. Polcról porcra haladt. Némelyik nagyszerű volt. Másokat faragások díszítették, csak kevés falon volt fákja, illetve gyertyatartó, és a távolságok köztük akkorák voltak, hogy gyakran több lépést is szinte teljes sötétségben tett meg. A padlón a csillogó márványt régi szürke kocka váltotta fel, és egyedüli zörej lépteinek zaja volt a kövön. Úgy tűnt neki, mintha évezredek óta ez lett volna az egyetlen hang. De valaki biztosan járt erre, ha a fali fákja tartókat meggyújtsa. Ha tehát eltévedne, akkor biztosan rátalálnának. Nem, mintha bármi esélye lett volna annak, hogy eltéved, nyugtatta magát, amikor a könyvtár csendje önálló életet kezdett élni. Korábban tanult arról, hogyan kell utakat, kiáratokat és elágazos, elágazásokat megjelölni és megjegyezni. Minden rendben lesz. Valószínűleg olyan mélyre kell hatolnia a könyvtárban, amennyire csak lehetséges, egészen addig, ameddig már a tudósok sem merészkednek. Ekkor eszébe jutott, hogy egyszer, az eleven halottak című mű elmélyült tanulmányozása közben hirtelen érzett valami furcsát a lába alatt. Kol később elárulta neki, hogy a tőrét húzta végig a padlón, hogy megijessze, de az eredeti vibrálás más volt, mint egy kőbe karmoló karom. Hagyd abba, mondta magában. Azonnal hagyd abba. A képzeletet teljesen elszabadult. Csak Kól ugratott a múltkor is. Úgy érezte, mintha már egy örökké valóság óta gyalogolna, amikor végre elért egy sarokra. Itt a régi fapolcokat faragott őrszemek díszítették, amelyek a köztük elhelyezett könyveket az idők kezdete óta őrizték. Innentől nem volt több fali fákja tartó, és ha az ember végignézett a könyvtár hátsó falán, akkor az teljes sötétségbe veszett. Szerencsére egy tudós hagyott egy fákját az utolsó fákja tartó mellett, Elég kicsi volt ahhoz, hogy ne gyújtsa fel vele az egész átkozott könyvtárat, ahhoz viszont már túl kicsi, hogy sokáig tartson. Itt be is fejezhetné a sétát, és hazatérhetne a lakosztályába, hogy végig gondolja, hogyan tudná átcser kuncsapjaiból kiszedni az információkat. Egy falat felderített, azon nem volt semmi feltűnő. A hátsó falat majd holnap végignézi. De ha már idáig eljutott, magasba emelte a fákját. Dorian óraütések zajára riadt, és megállapította, hogy a torony szobájában uralkodó, elviselhetetlen hideg ellenére verejtékben úszik. Már önmagában elég különös volt, hogy egyáltalán elaludt, de amit végképp nem tudott megmagyarázni magának, az a fagyos hideg volt. Az ablakok és ajtók mind zárva voltak, és a leheletéből mégis kis felhők formálódtak. Felült, fájt a feje. Rémálom meccső fogakkal, árnyékokkal és villogó tőrökkel. Csak egy rémálom. A fejét ingatta. A helységben a hőmérséklet újra megemelkedett. Talán csak egy eltévedt húzat volt. Talán csak elszúnyókált, mert előző éjjel túl sokáig volt fent. A rémálmot valószínűleg az váltotta ki, amit Koltól hallott Szelénáról. Összeszorította a fogát. A lány munkája nem volt kockázatmentes, és Dorian bár felizgatta magát az eset miatt, úgy érezte, hogy ha emiatt jelenetet rendez, akkor Szeréna csak még inkább eltávolodik tőle. Megpróbálta lerázni magáról a maradék hideget is. Átment az öltözőjébe, hogy az összegyűrűdött tunikáját átvegye. Amikor végig visszanézett, megesküdött volna, hogy azon a helyen, ahol a kanapéján feküdt, egy halvány zúzmaragyűrűt látott. De amikor jobban szemügyre akarta venni, már nyoma sem volt. Szeléna hallotta, hogy valahol a távolban ütött egy óra, és alig hitt a fülének. Már három órát töltött itt. Három órát. A hátsó fal nem olyan volt, mint az oldalfal, hol kiöblösödött, hol bemélyedt, voltak beépített szekrények, falmélyedések, kis kutatószobák tele egerekkel és porral. Amikor egy X-et akart a falra rajzolni és ezzel befejezni a mai kutatást, észrevett egy fali szőnyeget. Csak azért tűnt fel neki, mert ez volt az egyetlen dísz az egész falon. Az utóbbi hat hónap tapasztalatai alapján egyszerűen tudta, hogy ennek van jelentése. A fali szőnyeg nem Ellenát ábrázolta, nem volt rajta szarvas sem, sem bármi más szép vagy zöld dolog. Nem, ez a fali szőnyeg, amit olyan sötétvörös fonából fontak, hogy majdnem feketének tűnt, nem ábrázolt semmit. Megérintette a régi fonalat, csodálkozott a sötét árnyalaton. Úgy tűnt, hogy ez a mély, sötét szín szinte magába szívja az ujjait. Liba bőrös lett, a tőrét az egyik kezében tartva, a másikkal elhúzta a fali szőnyeget. Káromkodott. És még egyet káromkodott. Újabb titkos ajtó. Visszanézett a polcok között, hallgatózott, hogy hall -e lépéseket vagy ruhák susogását, majd benyomta az ajtót. Egy csiga lépcsőt árult fel, a mélyéről pedig dohos, állatlevegő szaga csapta meg. A fákjával valamennyire be tudott világítani, és a márványfalakon egy díszesen megmunkált csata jelenetet pillantott meg. Az egyik oldalon szemmagasságban egy keskeny, jó 5 cm mély vájat volt látható, amely a csigalépcsővel együtt spirál alakban a mélyre csava csavarodott. Újával végig tapintotta a vájat belsejét, olyan sima volt, mint az üveg, és valami alig látható ragacsos réteg vonta be. Mellette egy kis ezüst kanna lógott. a lemelte a folyadékkal töltött kannát. Ravasz, dünnyögte. Magában mosolyogva a kanna hegyes csőrét a vájat fölé helyezve megdöntötte a kannát, és olaj folyt ki belőle végig a vájadba. Aztán óvatosan a falhoz érintette a fákját. Egy pillanat alatt tűz gyúlt a vájadban, és egy keskeny fénycsík vezetett végig a sötét, pókhálókkal beszűtt csigalépcső aljáig. A lány kézzel, a mélybe kémlelt, és megcsodálta a falba vésett ábrázolásokat. Bár nagyon kételkedett abban, hogy valaki itt keresné őt, eredeti állapotába igazította a fali kárpitot, és elhú, előhúzta egyik hosszú tőrét. Ahogy lefelé haladt, a csata képei mozogtak, táncoltak a tűzfényében, és esküdni mert volna, hogy a kőarcok megfordultak, hogy lássák őt. Egy idő után direkt nem nézett a falra. Hideg levegő csapta meg az arcát, majd végre valahára megpillantotta a lépcső alját. A lépcső egy sötét, dohos, rothadásztagú folyosóba torkollott. Az utolsó lépcsőfok mellett hanyagul eldobott fákja hevert, amelyet teljesen beborított a pókháló. Itt lent láthatólag már az örökké valóság óta nem járt senki. Kivéve, ha ez a lény lát a sötétben. Elhesegette ezt a gondolatát is. Felkapta a fákját, és az égő fal mélyedésnél meggyújtotta. A boltívekről olyan pókhálók lógtak, amelyek a padló macska köveit súrolták. Az egyik falat roskadozó könyvespolcok szegélyezték, de a könyvek olyan kopottak voltak, hogy Szeléna nem tudta elolvasni a címeket. Minden sarokba és falmélyedésbe mélyedésbe pergamentekertseket és egyéb iratokat dugtak. Iratok kibontva is hevertek, a meggördült porcokon, mintha éppen valaki olvasta volna őket, aztán továbbált volna. Bizonyos értelemben ez itt jobban emlékeztetett egy kriptára, mint ellen a végső nyughelye. Végigment a folyosón, időnként megállva, hogy megvizsgálja a tekercseket. Térképek voltak, és olyan királyok számlái, akiknek a csontjai már rég elporlattak. A kastély számla bizonylatai. Kilométereket gyalogoltál izgatottan, és mindezt azért, hogy haszontalan költségelszámolásokat találj. Valószínűleg pontosan ezt keresheti ez a teremtmény, egy hajdan volt király élelmiszer számláját. Mint egy kocsis úgy káromkodott, ahogy maga előtt hadonászott a fákjájával, de nem ment tovább, egészen addig, mint még balra egy elágazásba botlott, újabb csiga lépcsővel. Ez ellen a kriptájánál is mélyebbre kell, hogy vezessen, de mennyire mélyre? Itt is volt egy ezüst kanna és egy vájat a falban, így meg tudta világítani a csiga lépcsőt. Itt a szürke kőfalak egy erdőt ábrázoltak, egy erdőt és tündéreket. A kisré hegyes füleket és a hosszúkás szemfogakat nem lehetett nem észrevenni. A tündérek ünnepeltek, táncoltak és zenéltek, elégedettségüket lelték abban, hogy sütkérezzenek halhatatlanságukban, és természetfeletti szépségükben. Nem, erről a helyről a király és cimborái nem tudhatnak, különben már régen elpusztították volna ezeket az ábrázolásokat. Nem volt szüksége történés segítségére ahhoz, hogy tudja, hogy ez a lépcső régi volt. Sokkal régebbi, mint az első, még az is lehet, hogy régebbi, mint maga a kastély. Vajon Gevin miért választotta éppen ezt a helyet, hogy kastélyt építsen? Korábban itt valami más állt. Vagy van valami alatta, amit el akart rejteni az épített rá. Hideg verejték csordogált lefelé a hátán, ahogy a lépcsők aknát fürkészte. Minden észszerűség ellenére itt is levegő áramlott felfelé. Vas, vas szag volt. A falon lévő képek villódszaktak, ahogy ment lefelé a csiga lépcsőn. Amikor végre leért, vett egy nagy levegőt, levett egy fákját a tartójáról, és meggyújtotta. Egy hosszú szürke kövekkel kikövezett folyosón állt. Csak egy ajtó volt, a baloldali fal közepén balra, mögötte a lépcsőn kívül nem volt több kiárat. Átkutatta a folyosót, semmi, még egy egér sem. Még egyszer körülnézett, majd végigment rajta, és közben meggyújtotta a falon lévő fákjákat. A vasajtó nem volt feltűnő, de kétségtelenül áthatolhatatlan volt. Horpat felülete olyan hatást keltett, mint egy darabnyi csillagok nélküli égbolt. Szeléna kinyújtotta a kezét, de megtorpant, amikor az ujja hozzáért a fémhez. Miért van csak és kizárólag vasból? Emlékei szerint a vas az egyetlen elem, amely immunis a mágiával szemben. Tíz évvel ezelőtt a mágiát még annyiféle módon űzték olyan emberek, akiknek a képességei maguktól az istenektől származtak, annak ellenére, hogy Éderlen királya azt állította, hogy a mágia az istenek megsértése. Akár honnan származott is a mágia, számtalan variációja létezett. Gyógyítási képesség, alakváltás, tűz, víz vagy viharok keltése – növények vagy gyümölcsök növekedésének meggyorsítása, jövőbelátás és még sok minden más. Eme adományok többsége az évezeledek során felhigult. De egyes, erős, jellegzetes esetekben, ha a hatalmat, illetve erőt túl sokáig gyakorolták, akkor az illetők vérében lévő vas ájulásos rohamokhoz vezetett, vagy még rosszabbhoz. Szelén a kastélyban százával látott ajtókat, fából, bronzból, üvegből, de még egyet sem masszív vasból. Ez itt nagyon régi volt, olyan időből származott, amikor egy vasajtónak még különleges jelentősége volt. Ezzel vajon ki, vagy be akartak zárni valamit? A lány megérintette az amulettjét, ellen a szemét, és még egyszer átnézte az ajtót, nem jutott válaszhoz arra vonatkozóan, hogy mi lehet mögötte, ezért a kezét a kilincsre tette és lenyomta. Zárva volt. Nem volt kulcsjuk rajta. A kezével végig tapogatta az ajtórést, talán be volt rozsdásodva. A homlokát ráncolta. Rozsdának nyoma sem volt. Hátrébb lépett egy lépés, de továbbra is az ajtót nézte. Minek van kilincs, ha nem lehet az ajtót kinyitni? Miért van zárva, ha csak nem azért, mert valami értékes dolgot akarnak elrejteni? Elfordult, de az amulettje elkezdte melegíteni a bőrét, és a tunikáján keresztül fény villant fel. Megállt. A fény a fákjából is jöhetett, de... Az ajtó és a keret közötti kis rést kémlelte. Egy árnyék, sötétebb, mint a szeléna mögötti gubbasztott a másik oldalon, lassan miközben a szabad kezével előhúzta a legkeskenyebb és leglaposabb tőrét, letette a fákját a földre, és olyan közel kúszott, amennyire csak mert. Csak árnyékok. Árnyékok vagy patkányok. Így vagy úgy muszáj tisztáznia. A csillogó tört teljesen hangtalanul becsúsztatta az ajtó alá. A pengén semmi más nem tükröződött, csak sötétség, sötétség és a fákja fénye. Jobbra és balra és még egy picivel beljebb tolta a tört. Hirtelen két szikrázó, zöldes arany szemgolyó villant fel a pengén. Hátra ugrott, anélkül, hogy a kést elengedte volna, az ajkába harapott, hogy ne káromkodjon hangosan. Szemek. A sötétben fénylő szempár, mint egy... egy... Vett egy mély levegőt, és egy kicsit megpróbált megnyugodni. A szempár, mintha egy állat lett volna, egy patkányi, vagy egy egéri, vagy egy vadmocskái. Mégis még egyszer az ajtóhoz kúszott, bent tartotta a levegőt, miközben oldalra döntött késével a sötétséget vizsgálta. Semmi. Abszolút semmi. Egy teljes percig a pengét bámulva, arra várva, hogy a szempár még egyszer megjelenjen, de akármi is volt itt az előbb, visszahúzódott. Egy patkány. Valószínűleg egy patkány volt. De a hidegrázás, ami elfogta, nem akart elmúlni, és az amulett továbbra is meleget sugárzott. Még akkor is, ha az ajtó mögött nem volt semmilyen élőlény, muszáj ott válaszoknak lenniük, és meg is fogja őket találni. Csak nem ma, hanem valamikor máskor, ha fel lesz rá készülve. Talán mégis ki lehetne nyitni valahogy az ajtót, a megérzése azt súgta, hogy annak az erőnek, amely egy ilyen régi ajtót zárva tart, valami köze lehet a rémjelekhez. Azonban tényleg van valami az ajtó mögött. Ahogy a fákját felemelte, a jobb kezén látta, hogy a sarló formájú heget a riderák harapásának nyomát. Csak egy patkány volt, és abszolút semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy ezt most megcáfolja.